El sem hiszem. Végre valahára mesterfokon. Csapassuk. Vagy csapatnánk. Jó. Már egy kicsit enyhén szóval rég volt. Rendben, takarítsunk. Oké, most már jó. És eljött az idő, hogy megváltjuk a világot. Ugyanis kap egy áldást az 1.17-es verziótól. Új, zuhanunk. Ó, és itt is vagyunk, az 1.17-es verzió. Wow. Hát gyakorlatilag semmi nem változott, de egyébként rendezvényeken is rengetegszer megkaptam, hogy mikor lesz már mesterfokon, és most itt van. Friss és ropogós. Apropó, Pesten, Csabán és Győrben is vállak téged a videós találkozón. Na de most új verzió és új kalandok, ugyanis valóban belevágunk egy farmba a mai napon, valamint felfedezzük az 1.17-es világot. Ehhez pedig a Nether világába át is slusszanunk, viszont... azt hiszem utamatálják a mobok. Ez eredetileg egy ilyen védelem céllal lett ideépítve, ám valóban egy tökéletes állatcsapdaként is üzemel. Hát rendben, ti ott biztos jól el vagytok. És tovább nem is titkolom, őrájuk lesz szükségünk a farmhoz. Hát ezek viszonylag könnyedén beszerezhető cuccok. Viszont egyetlen egy hely még hiányzik, ami a legfontosabb eleme az egész farmnak, amit építeni fogunk. Ez nem más, mint az újítással beérkezett mohablokk. Na most, ennek az ára eléggé nagy, ugyanis találnunk kell egy hajóroncsot, mivel nem található a világban csak úgy. Főleg nem azért, mert itt már ez a világ 1.14-es verzióban lett betöltve, aztán átváltottuk 1.15-re, 1.16-ra, most pedig itt vagyunk 1.17-ben is, és már rendkívül messze vannak azok a helyek, amiket még nem fedeztünk fel, amiket a játék még nem töltött be. Márpedig egy olyan hajóroncs lesz szükségünk, aminek a közelébe még soha nem mentünk. Amúgy mohablokkot a láskívekben, vagyis puja barlangokban is találhatnánk, csak hát azoknak a behozatalát valamiért még most elhalasztották. Szóval arra még várni kell, és éppen ezért a hajóroncs az egyetlen egy megoldás. Ahhoz pedig rendkívül messze kell mennünk, valóban a Nethert használva. Ám, mielőtt még belekezdenénk az útba, mindenképpen vess egy pillantást a másik sálkördobozomra. Ugyanis, mint látható, szükségünk lesz éjjellátás potira, illetve természetesen a tartaléktűzjátékokra. Viszont, hogyha esetleg nincsen elitrád, akkor tedd meg nyugodtan az utat hajóval. Na de, mi akkor kezdjünk is bele a poti gyártásba. És nézd meg, pont most fog elfogyni az üzemanyag, melyik fel kéne töltenünk őrlángporra. Hát itt van. Oké, és beletesszük ügyetlen bájittal, akkor érkezhet az aranyrépa. Crafting table az miért csak itt van? Tessék, ott is van. Lefőzzük ezzel is az utcost. Aztán pedig 8 percesre varázsoljuk őket restonnal. Oké, és tökéletes éjjellátás bájittala. Nincs más hátra, irány a Nether, és vágjunk is bele a kalandba. Ó, oké, és... Hát gyakorlatilag itt sem változott semmi, ugyebár az 1.16 volt a Netheres update, és itt is van a kis portálunk, ami elvisz minket a Smaragd farmhoz, illetve hogyha tovább repülünk majd tűzijátékkal, akkor ezután mindjárt meg is láthatod, hogy utolsó tűzijáték darabkánkkal az őrző farmhoz, a Guardian farmhoz jutunk. Na most akkor, haver, te ne szórakozz, és feltunkoljuk magunkat tűzijátékkal, aztán pedig most egy irányt választunk, tehát ugyebár arról jöttünk, arra van az otthonunk, és éppen ezért szerintem tovább megyünk fölfelé a világban, és keresünk egy hajóroncsot. Ehhez kell az éjjellátás bájital, ugyanis itt már ezek az új csánkok. Mint látható, meg is állt egy pillanatra a dolog, és mi van itt emberek? Na ez micsoda? Új 1.17-es blokkok a láthatáron, és kérem szépen, itt egy ametiszt geóda. Oh my god! Nem gondoltam, hogy ennyire gyorsan fel fogunk fedezni egyet és rátalálunk egy ilyenre, hiszen elvileg ez nem is feltétlen olyan gyakori, már nem is túlságosan ritka, de hát azért na, ez hatalmas. És azt figyeld, ott a csillogó ametiszt hang, ahogy sétálok rajta. Egyszerűen elképesztő, illetve amit fontos tudni még az ametisztről, hogy ezeken a töredezett blokkokon nő, és ezeket semmiképpen sem szabad kiütni, ugyanis még gyengéd érintés és csákánnyal sem lehet őket megszerezni. Szóval ezeket kizárólag csak itt, ezen a helyen lehet majd használni, és csak ezen a helyen lehet majd farmolni. Tehát ezekre, amiből először csak ilyen kicsi, aztán pedig egyre nagyobb ametiszt fog kinőni, ezekre nagyon kell vigyázni. Illetve a nagy ametiszteket, amik már valóban teljesen kifejlettek, azokat ki lehet szépen ütni. Ó,
8 darab ametiszt szilánk. Köszönöm szépen. Nagyon szuper. Egyébként nekem szerencse 2-es zsákányom van, érdemes őket kijutni szerencsével, ugyanis sokkal többet kapunk érte. Illetve ami még fontos, hogy a kicsiket ne üssük ki, mert ezek nem adnak, ha jól tudom, semmit sem. Tehát mindenképpen a nagy kifejlettekre menjünk rá, és őket törjük szét. Valamint nyugodtan, bátran és természetesen szétkaphatjuk ezt az egészet, miközben rendkívül vigyázunk azokra, amikből ugyebár kinőhetnek. Ez a csillogó hang, nagyon tetszik nekem. Eddig összesen ebből a területből van 45 darabom. Akkor mennyi lesz az egészből? Tippeld meg kommentbe. Addig én bányászom őket, nyugodtan érd le. Wow, azt figyeld! Milyen hangja van? Full véletlen, az előbb felengedtem pár tűzijátékot, és... mint hogyha törnék ki a tűzijáték az ametisztet. Nagyon jó. Hát ez elképesztő, ez nagyon tetszik. Ezzel lehetne csinálni ilyen hangjátékot. Tök szuper. Hú, hát hogyha minden igaz, akkor ez az utolsó ametiszt szemecske, az utolsó ametiszt darabka. És hát szerintem összegyűlt valami hihetetlen mennyiség, ugyanis több van, mint 10x64. Ez egy elképesztően nagy geóda, és közben ki is nőtt egy hatalmas. És mivel mind a hat oldalán képződik ametiszt ezeknek a blokkoknak, éppen ezért érdemes a környezetük megtisztítása, eltávolítása. És egyébként itt nézem, és most jött el az én fejemben is, hogy ezt az egész geódát mégis milyen blokk határolja? Ugyanis van kalcit, illetve sima bazalt. Azt figyelt, ezek már megtalálhatók itt a normál világban. Az 1.8-as verzió óta, a diorit, az andezit, a gránit megérkezése óta, ez a legnagyobb újítás a bányákban. Arról nem is beszélve, hogy a tényleges cave update, a tényleges barlang és bánya update még meg sem érkezett a játékba. Hoppá, hoppá, és kérem szépen, itt van az új vas. Most látunk először újfajta vasércet, hát ez az új kinézete. És hogyha kiütjük, akkor nem mást kapunk, mint nyers vasat. Eddig ugyebár egy vasércből csupán csak egy vasrúd juthatott a markunkba, viszont most már a szerencse enchantnak köszönhetően, illetve a vas megváltozásának köszönhetően egyetlen vasérc több nyers vasat is adhat. Éppen ezért valóban ezzel az enchanttal határa csillagos ég. Szerencsézhetjük a vasat. Hát mondjuk igaz, hogy a vasfarm egy eléggé kiiktató megoldás ennek még a játék viszonylag korai szakaszában, de hát na, most valaki elmegy bányászni, akkor már ne csak pár vasérccel távozzon, hanem sok-sok ilyen kis nyers vassal. És hogyha jól látom, akkor ezek az ametisztek mostantól nőhetnek minden irányba. Folytassuk is tovább az utunkat. És hát igen, már eléggé régóta hallgatom, hogy itt OB-gat, és azt nézd! Tehát mi ez, kérem szépen? Repülök a vízben, most úgy őszintén mondd meg, hogy mi ez? Ez nagyon poén. Közben a csávó láthatatlan lett. Azt figyeld. Meglátott engem így lebegni a vizen, meg fejen állni a vízben, meg minden, és megijedt. De azért látom, hogy ott van, hát ember. Te mit csinálsz ott? Mit csinálsz ott láthatatlanul, hely? Ja, Istenem. Jól van. Azért az a 2 darab lasszó még abszolút jól jöhet. A lámák amúgy meddig köpnek el? Nézd meg, egészen ideig próbálkoznak. Csak hát felettébb messze vagyok ugyebár, és nem találnak el. Az igen, még idáig is. És ide is? Ide is. Azt figyeld, ekkora köpetük van. Jézus Istenem. Idáig ellő a Chávez. Na jól van emberek, abból az irányból jöttünk, és szerintem mehetünk is tovább ebbe az irányba fölfelé. Éjjellátást be, és akkor így látunk is a víz alá, és... Ne. Ne, kérlek, ne! Ezek tényleg ennyire gyakoriak és észrevehetőek? Hát nem hiszem el. Jól van, belenézünk, mert miért? Ne. És nézd meg, ott a Creeper! Ott várnak a szörnyek! Hát mi ez a buli odalent? És elkezdték ölni egymást. Az igen. Egyébként szemmel látható, hogy ez a geóda sokkal kisebb. Tehát, hogyha farmolnék, még akkor sem feltétlen itt tenném meg, és nézzenek oda. Nézzenek oda, hogy milyen szerencsés ez a vidék. Itt látható az árbóc ennek a csodálatos hajónak, illetve még egy hatalmas portált is megpillantottam. Oda néz. Viszont nem feltétlen ez érdekel most minket, hanem az 1.17-es hajóroncs. Éppen ezért irány is oda, és kraftolunk egy... szép kis ajtót, hiszen azzal könnyedén le tudunk majd menni a víz mélységeibe. Irány lefelé, és akkor szedjük is ki a láda tartalmait. Hát, emberek, ebben úgy tűnik, hogy semmi érdekes, értelmes nincs. Aztán ebben pedig... ott a mohablokk, az 1.17-es mohablokk, kérem szépen. Íme. Új receptek érhetők el? Lehet belőle egyébként csinálni mohaskövet, ott a mohaszőnyeg, és nagyjából ennyi. Tehát nem feltétlen sok első ránézésre, de valójában a farmunknak a kulcsa lesz. Hát a többi pedig az nem feltétlen annyira értékes. Van még egy harmadik láda, és azt is megnézem. Jó, tegyük le. Ó,
No, egész kellemes, mondjuk mindegyiket tudom farmolni, de a smaragdot elviszem. Hát én azt mondom, hogy megvagyunk, irány hazafele, erről jöttem, rendben. Oké, és itt is van a Guardian Farm, az őrző farm, és én úgy gondolom itt a Raid Farm mellett, hogy lassan bár is kezdhetünk az 1.17-es farmba. Pontosabban az első 1.17-es farmba, ugyanis rendkívül sokat tervezek, hiszen ez az újítás hozott a farmolásban rengeteg új lehetőséget. És otthon, édes otthon, meg is érkeztünk vissza a mi kis bázisunkba. Hivatalosan is kijelenthetjük, hogy megvan minden az építkezéshez. És éppen ezért a karakterünk most egy kicsit pihen, addig pedig készülj fel egy hatalmas bejelentésre. Készen állsz? Jöhet? Hát persze, hogy jöhet. Örömmel jelentem be, hogy már közel 1000-en élvezik a Mesterfogom Klub előnyöket, éppen ezért szerintem itt az idő megnyitni egy vadonatúj és teljesen saját szervert. Azon túl, hogy a királyságos sorozatomban is mindig csak klubtagok jöhetnek, már neked is meg lesz áll nyáron a lehetőséget, hogy a privát Minecraft szerverünkön légy te is a közösség része. Ugyanis a raktárban húzatok ezrei várnak rád, és arra, hogy rendelésedkor puha töméssel ellássák. Ott van a Rolix.hu-n az akciós párnád, mellé a klubtagság pedig továbbra is ajándékba jár. Így garantáltan ott lehetsz a szervernyitásnál, én pedig köszönök szépen minden támogatást. Például azzal, hogy dedikálom ezeket órákon át, napokon át, heteken át, éveken át. A te kódod is ott van az egyiknek a hátulján. És vissza is térünk a Mesterfogom mapre. Nos, egy farm elkezdésénél, sőt még az elkezdése előtt az a legnehezebb, hogy mégis a farm hova készüljön el. Na de ez már nálunk nagyjából adott, ugyanis a múlt részben, az előző részben készítettünk egy ilyen kis placot, ahol farmoltam a nedörös cuccokat, legfőképpen a gombát a Hoglin farmhoz. Na most erre már nekem nincsen szükségem. Tehát elbonthatom ezt az egészet. És úgy gondolom, hogy pontosan itt, pontosan ezen a helyen az 1.17-es farmunk az tökéletes lesz. Viszont azt, hogy pontosan mit is fog termelni, még nem árulom el. Az meglepetés lesz. Szeretném, hogyha a farmnak egy része a föld alá kerülne, és éppen ezért ide egy 5x8-as lyukat készítek, és ezáltal a redstone rendszer abszolút el lesz rejtve. Tehát ez a kis verem 5 blokk széles, 8 blokk hosszú, itt a szélén 3 blokk mély, és középen pedig a nagyobb területén 4 blokk mély. És ennek következtében el is kezdhetjük ide építeni a kis redstone szerkezetünket. Az építménynek a felső része pedig nem fog nagyjából ennél a kockánál, ami itt elfér, nagyobbra kiterjedni. Szóval szerintem kezdhetjük is. Attól függetlenül, hogy ennyi mindenből fog a farm elkészülni, semmiképpen sem kell aggódni. Mindent szépen el fogok magyarázni. Na és akkor első lépésben a redstone-os elemeket szedjük ki, és ezekből ide lentre egy órajelet fogunk készíteni. Órajel, hogy ez mit jelent? Egy olyan kis szerkezetet, ami bizonyos időközönként ad nekünk jelet. Letettem egy blokkot, egy redstone-t, egy elismétlőt, amit maxra húztam, ismét egy elismétlő érkezhet, aztán pedig egy blokk, majd pedig ennek a másik oldalára egy redstone fákja, és ezt a jelet pedig visszavezetjük, amit ez a fákja ad, a blokkunkba, amit az előbb letettünk. És így egy ilyen kis körforgást alakítunk ki, aminek következtében ez például ennél a redstone-nál, vagy ennél a blokknál, amiből kivezethetjük a jelet, bizonyos időközönként egy-egy hosszabb jelet ad ki. És brutálisan menők tudunk lenni, ugyanis hogyha leteszünk ide egy kart arra a blokkra, amin a redstone fákja van, akkor azt egyszerűen le tudjuk tiltani, és így nem fog tudni jelet kapni, sem jelet kiadni, tehát az egész rendszer leáll. Éppen ezért ez egy ilyen kis bekapcsoló gomb, hogyha fölfelé néz a kar, tehát nincsen lehúzva, akkor a kis időzítőnk az menni fog folyamatosan. Na és akkor most ide jövünk a szélére, leteszünk egy ragacsos dugattyút, rá pedig egy megfigyelőt, méghozzá így. És ez szépen bizonyos időközönként jelet fog adni ennek a redstone vonalnak, amit itt végighúzunk ezen a kis emelkedőn. Ígyni. Mint látható, tökéletesen működik. Most pedig érkezhet egy dugattyú sor ennek a vonalnak a tetejére, pontosan ezt a vonalat szinte elvágva, de mivel a pisztoly nem egész blokk, ezért nem vágja el a vonalat, hanem inkább ugyebár aktiválódik a redstone-tól, és miután ez is megvan, már látható, hogy a sor fölemelkedik, amikor ez a kis szerkezet jelet ad neki. Rendben, eddig tökéletesen megvagyunk, és most akár le is állíthatjuk a cuccost, ugyanis az építkezés közben ez rendkívül zavaró lenne. Aztán, most egy tömény blokksor érkezhet a dugattyúinknak a belső oldalára, a másik oldalra pedig a lépcsőket fogjuk letenni, méghozzá úgy, hogy a kettő szélsőt azt belülről nézve tesszük le, ide a dugattyúk vonalába, a középsőket pedig ugyebár ebből az irányból nézve. Tehát, mintha építettünk volna magunknak egy kis fotelt. Sőt, inkább egy nagyon nagy fotelt.
És most pedig érkezik az, hogy letesszük ide a pisztonsornak a végére a tömörjegünket, pontosan így, majd pedig mellé a lélekhomokunkat. Ennek a kettőnek egy kicsit később lesz haszna. Aztán, most ezt a resztónyelet föl kell vezetnünk valahogyan, és mint látható a fölötte lévő blokk éppenséggel egy lépcső, és éppen ezért át lehet rajta vezetni a resztónyelet, pontosan ilyen módon. Aztán leteszünk egy jelismétlőt, nem kattintunk rá jobbal, majd pedig vet egy resztón, még egyel följebb jövünk, és ide pedig már érkezhet a következő pisztonsor. Tehát leteszünk a lépcsőkre, most éppenséggel ebbe az irányba nézve, kifelé nézve, 7 darab pisztont ismételten. Így né. A sor már tökéletes, aztán ezeknek a tetejére ismételten egy sima blokksor jöhet, majd pedig végigvezetjük rajta a resztont, ilyen egyszerűen. Annak érdekében, hogy tudd, hogy miért maradt ki ez a blokk, már hozom is elő az üvegeimet, és ide elkezdek megépíteni egy kis csövet, hiszen itt valóban az itemek a lélekhomotnak köszönhetően föl fognak majd itt lebegni egy csőben, és éppen ezért ennek már meg lehet csinálni végül is a keretét, méghozzá így ennyire könnyen és egyszerűen. Ide még egy üveg, és valóban ez a cső még följebb fog menni, egyelőre azért építettem meg, hogy ne zavarjon senkit sem, hogy ott valóban nincs resztón az utolsó piszton felett, és itt pedig közvetlenül a jég fölött majd egy darab lapocska lesz, méghozzá a blokknak a tetejére téve. Nos, hát figyelj, eddig így áll a szerkezet, egy kicsit jobban meg is szemlélheted, és akkor úgy gondolom, hogy mehetünk tovább, nem mással, mint a mi kis szalmabálánkkal, illetve 4 resztónunkkal, amiket külön tettem be a sálkördobozba. Ugyanis ezekből készítünk egy céltáblát, vagy pontosabban céltáblát, akkor jól mondtam, és ezt letesszük nem máshova, mint ide az utolsó szélső resztónunk mellé, amit a legkönnyebben így tehetünk meg. Oda egy blokk, aztán rá pedig a céltáblánk, hogy ne szórakozzunk a kis resztónnak a pixelével, mert így azért sokkal nehezebb letenni. Na, szóval ilyen egyszerűen itt a céltábla, annyi a feladata, hogy a resztont közvetlenül belevezessen magába. Mert alapjáraton ugyebár, mint láthattad, a vonal az így tovább menne az üvegbe, de nekünk ebbe a blokkba kell, hogy menjen, mivel? Itt lesz fölötte egy ragasos dugattyú, amit ennek a resztónnak működtetnie kell. És így abszolút megtörténik. Mint mondtam, hogyha úgy élne véget ez a vonal, mint itt, hogy itt csak egy sima blokk lenne és nem céltábla, akkor ez a dugattyú, ez így nem működne. Viszont így, hogy a céltáblának van egy olyan tulajdonsága, hogy magába tudja kanyarintani a resztónjelet, természetesen könnyedén működni fog majd a pisztonunk is fölötte. Alszunk egyet és folytatjuk a dolog legnehezebb részével. Vagy inkább mégsem. Előtte fogjuk a köveinket és ezeket letesszük, csinálunk szépen ide egy placot az egész farmunknak a közepére. Ugyanis pont úgy csináltam mindent, hogy a farmnak a legfontosabb területe az a földszinttel épp egyenlő magasságban legyen. Na és akkor lássuk is, itt a dugattyúk elé már le is tehetnénk a blokkjainkat, ám még előtte megtöltjük a lépcsőket vízzel. Ugyanis ennyit fognak ők szolgálni, folyamatosan adják majd a vizet. Csinálunk ide egy kis vízfarmot, vízfarm, hát örök vízforrás, ami befagyott a cipőm miatt, na mindegy. És ebből a vízből szépen viszünk minden egyes lépcsőbe. Így né. Egyesével feltöltögetjük őket, és következő lépésben pedig már valóban egy gyönyörű szép kőplac érkezhet, amit nem máshova teszünk, mint ide ki is ástam egy kis területet. Ugyebár ide. Szerintem 2, 4, 6, 8 blokkig mindenképp vigyük el. Tudnélik, itt közvetlenül a vízvonal fölött majd láva lesz. Éppen ezért annak csinálunk egy keretet, hogy azért ne folyjon össze-vissza, és ezt ilyen egyszerűen megtehetjük egy ilyen üvegvonallal. Aztán, miután ez a keret megvan, az üveg mellé közvetlenül, illetve a kövek mellé közvetlenül elkezdjük lepakolni így pontosan ebből az irányból a csapóajtóinkat. Egészen pontosan 7 darabot, szóval még egyel meg kell növelni a kőplasznak a méretét, és akkor így lesz minden tökéletesen a helyén. Remek! Azt hiszem, hogy ezzel meg is lennénk, és most egy üvegkeret jön ismét. Először is megnöveljük 2 blokkosra az eddigit, kivéve itt, középen, mert oda majd egy tölcsér fog kerülni. Aztán elvisszük ezt a vonalat a csapóajtók fölött is, kivéve a közepén, mert oda szintén egy egész blokk fog kerülni. Így igaz, a hetesnek ugyebár a negyedik a közepe. Aztán itt a farmnak ezen a végén is 2 blokk magasra csináljuk meg végig. A csapóajtókkal szembeni oldalon pedig a dolog egy kicsit megváltozik, ugyanis a víz az az itemeket ide fogja majd sodorni. És éppen ezért itt egy kisebb csatornát kell kialakítani, ide akár üveget is lehet tenni, hogy a rendszer azért majd látszódjon. És ide pedig a szélére szintén egy 2 blokk magas üvegfal nagyon jól tud mutatni, illetve kell is. Rendben, a keretünk az kész. Kivéve ott a csapóajtók mögött, ugyanis még meg kell őket majd vízzel tölteni, valamint itt ez az úzott kőből álló vonal, illetve a rajta lévő resztón fogja a csapóajtókat egyáltalán működtetni. És mint mondtam, ezeket már csak csupán meg kell tölteni.
Így ni, shiftelve, szépen le lehet tenni, be lehet csukni, és épp ez lesz az egésznek az alapelve, így fog a sodródás működni. Még a legelső hatalmas búzafarmunknál alkalmaztuk ezt emlékeim szerint. Én úgy gondolom, hogy ez így kész. Kivéve persze a nehezét, ugyanis most az egész alapnak a tetejére, a farmnak a fejét fogjuk megcsinálni. Először is erre a ragacsos dugattyúra belülről egy megfigyelőt kell tenni. Miután ez megtörtént, följebb építünk egy kicsit, és ahova majd a megfigyelő érkezni fog, ahova majd a piszton feltolja, éppen elé egy blokkot kell tenni. Miután ezt letettük, ide jövünk a blokk elé, leteszünk még kettő blokkot, majd pedig ismételten följebb jövünk egyel. És ahova resztont kell tenni, az nem más, mint ez, ez, illetve ez. És ide pedig ismételten egy ragasos dugattyú fog érkezni, méghozzá ebből az irányból, hát itt mindenképpen följebb megyek, így letesszük. Most erre lentről ránézve ismételten egy megfigyelő érkezik, amire pedig egy blokk kerül, ami alá pedig egy dugattyú, és végül pedig a blokkra ebből az irányból ismételten egy ragacsos dugattyú. Tehát ragacsos, sima, szintén ragacsos ott fönt, és mindent egy blokk válaszol egymástól, valamint fölül a mi kis megfigyelőnk. Miután ez megvan, a ragacsos dugattyúra egy redstone blokk érkezik, majd pedig ide bekötjük ezt a redstone blokkot egy redstone vonallal. Így most, ha nem is úgy tűnik, de valóban ezzel a szerkentyűvel össze lett kötve az egész csapóajtó rendszerünk, az egész öntöző elsodró rendszerünk. Méghozzá úgy, hogy amikor majd érkezik onnan egy jel, akkor a megfigyelő az tovább viszi ennek a redstone vonalnak, ami tovább viszi ugyebár a dugattyúnak, működteti a dugattyút, majd pedig ez a megfigyelő leadja a jelet ennek a dugattyúnak is, illetve az alatta lévő adagolónak is, hiszen ide egy adagoló kell, és mindeközben még, mivel a megfigyelő egyel arrébb került, tehát egészen pontosan ide, ezért kapni fog egy jelet ez a dugattyú is, ami pont akkora jelet kap, hogy ezt a redstone blokkot a ragacsos dugattyú idáig eltolja, de ne húzza vissza, és éppen ezért egészen sokáig menni fog majd a víz, majd pedig amikor egy következő jel érkezik, akkor pedig visszahúzza a redstone blokkot ez a dugattyú, illetve ismételten menni fog az adagoló, menni fog a dugattyú, tehát ez így egy körforgás eredményez, újra meg újra ugyanaz megtörténik. Ami a legfontosabb, hogy tökéletes időben fog jönni a víz, és tökéletes időben fog működni ez az adagoló, amit viszont meg kell tölteni. És éppen ekkor jön be a képbe a töltsér, illetve a komposztáló. Tehát a lenti adagolóra nézve hátulról leteszünk shiftelve egy töltsért. E fölé érkezhet a komposztálunk. Majd e fölé szintén egy töltsér, ami lefelé a komposztálóba néz. Majd pedig erre nézve ismételten jöhet egy töltsér, aztán pedig ide egyenlőre egy sima blokk, rá a komposztáló, hogy le tudjuk tenni, ki is üthetjük. Ebbe belenézve szintén érkezik egy töltsér, oldalról jól látszik, hogy mit csináltunk, tehát ugyebár az egyik töltsér az rögtön leviszi, másik töltsér arrébb viszi egyel, leviszi a komposztálóba, úgy tovább viszi a komposztálónak az eredményét, tehát a csontlisztet, majd az adagolóba. És most egy kulcsfontosságú pillanathoz érkeztünk el itt, ugyanis rá kell tennünk erre a kettő töltsérre egy ládát, méghozzá egy nagy ládát. És nem mindegy, hogy melyik töltsér veszi ki előbb a ládából a cuccot, éppen ezért ezt ki is próbáljuk. Betettem egy földet, és a föld az eljött ebbe az irányba, és ez a tökéletes. Tehát először a farmnak működtetnie kell magát, ez a legfontosabb, és mivel a működéséhez csontliszt kell, éppen ezért az a legfontosabb, hogy ezt pótolja saját magának, ami pedig majd megy a másik ládába, miután ez a vonal megtelt, az pedig a mi nyereségünk, az ami megmarad nekünk, az amit használhatunk bármi másra. Na de kérdés, hogyha ott fogjuk farmolni, amit ez a farm majd adni fog, és ez a víz egy dolog, hogy elsodorja oda, az a másik vízvonal, amit még nem tettünk le, de most leteszünk, pedig majd ott elsodorja a jégen keresztül abba a sarokba. Na de valóban a nagy kérdés az az, hogy mégis miután ide eljutott a bizonyos nyersanyag, hogyan jut el oda föl, majd pedig ide vissza, hogy aztán ugyebár ismét egy körforgás keletkezzen és a farm folyamatosan működjön. Tehát az itemet valóban föl kell vezetnünk itt egy vizes liften keresztül, ehhez pedig följebb kell építenünk ezt a kis csövet, amit már megkezdtünk. Fel is hoztam egészen a láda vonaláig ezt az üvegoszlopot, és a ládának erre az oldalára érkezhet egy töltsér, ami a ládába néz, és ezt fogjuk majd az innen fölérkező cuccokkal megtölteni. Méghozzá úgy, hogy vízzel ide vezetjük a termékeket, egy egyszerű kis csövet használva, amit bekötünk ezzel az üveggel. Mint látható, itt tökéletesen el tudjuk majd vezetni ezzel a csővel az összes itt felérkező dolgot, méghozzá egészen pontosan így. Kész is lett ez a kis vezeték, ez a kis cső, ami majd így szépen ide vezeti az itemeket, már csak a víz hiányzik. Persze az lett volna a legjobb, hogyha a vízzel együtt hozzuk fel ezt az egészet. Na mindegy, semmi gond. Lényeg, hogy ahhoz, hogy működjön a dolog, mindenképpen kell minden egyes blokkra egy
teljes és egész vízblokk. Csak arra nagyon, de nagyon vigyázzunk, hogy ugyebár nem ossuk el a resztont, mert az nagyon-nagyon kellemetlen lenne. Lássuk csak, ide jön még egy, aztán megyünk még följebb, és már csak kettő kell, hogyha jól látom. Ide még egy, igen. Miután feltöltöttük a csövet, íme. Tökéletesen bele lesznek vezetve ide ebbe a tölcsérbe az itemek. Remek hírem van, a farmunk már majdnem készen. Utolsó simításnak számít egy lávásvödör ide, pontosan a redstone felvezetéshez, tehát az egésznek a közepére, és így a láva tökéletesen elfolyik erre a végére is, és ha minden igaz, akkor valóban arra a végére is. Szerintem remek. És miután már ez megvan, már csupán csak a nyersanyagaink kivezetése szükséges. Ez pedig egy szélső ládában gyönyörű szépen megtörténhet, méghozzá itt a komposztáló alól. Ugyanis most ez a farm ez úgy lesz beállítva, hogy csontlisztet termel. Viszont hogyha nem szeretnénk komposztálni azt, amit ez a farm majd termelni fog, akkor lecserélhetjük majd ezt a komposztálót tölcsérre. Ezt szerintem nagyon hamar megteszem, ugyanis nekem nem csontliszt kell, hanem valóban azok az 1.17-es itemek, amiket ebből a moha blokkból tenyészhetünk le. És ezennel valóban a leges-leges legutolsó és a leges-legfontosabb elem oda is kerülhetett a helyére. Méghozzá az adagoló elé közvetlen. Csinálok egy kis lemenőt ide a redstone szerkezethez, és szerintem meg is húzzuk azt a kart pillanatokon belül, hogy beindítsuk a rendszert. Na kérlek szépen, az igazság pillanata elérkezett. Lássuk, hogy hogy működik ez a cucc. Oké, és engedj ki, légy szíves. Gyerünk, nézzük meg! Nos, ahogy látom, az alapszerkezet tökéletesen működik. Kiengedi a vizet időben, és hogyha minden igaz, akkor el is zárja a vizet időben. Tökéletes. És már csak az utolsó dolog kell, ami a farm beindításához szükséges, ez pedig a csontliszt az adagolónkba, 2x64 bőven elég, valójában, hogyha csak 2-3 csontlisztet teszel bele, már akkor is önműködővé válik a farm, szóval ez szerintem brutális. Megtöltöttem ezt az adagolót, és íme! Le is termelődött az első adag új 1.17-es frissítéses moha földünk, moha föld részletünk, és mindjárt meg is mutatom, hogy pontosan miket is termel rá. Mint látható, ott az azália fa, méghozzá a virágzó fajtát láthattuk az előző pillanatban, valamint moha blokkokat folyamatosan termel, érkezik a következő adag, íme, ott vannak a sima azália fák, szerintem gyönyörű és remek szerkezet lett. Mint látható, a víz az folyamatosan elvezeti az itemeket oda fel, aztán pedig bele abba a tölcsérbe, a ládába. A láda az szétosztja őket, haszta mennyi termelődött, és pont arra a blokkra oda föl. Júj, kiütöttem, nem baj. A dugattyú az pont azért van, hogy majd letolja onnan. Nézd csak, hopp, leesett. És nézd, ott a virágzó azáliafa. Egyszerűen remek. Na jó, szépen alszok egyet, és részletesen, pontosan elmagyarázom, hogy mit is láthatunk. Tehát, amikor az adagolónk, az ugyebár csontlisztel erre a moha blokkra, akkor a köveket is képes helyettesíteni ez a bizonyos moha, amire egy szempillantás alatt meg is nő ez az új 1.17-es növény, és mindez, amit a farm termel, tökéletesen fel van vezetve ugyebár a ládába, amit oda tettünk föntre. Szerintem én most afkolok egy kicsit, és megnézem azt, hogy mennyi idő lesz azt elérni, hogy a rendszer már nagy részt a profitra, tehát a haszonra fókuszáljon, és megteljen teljes mértékben ez az újratöltős rész. Miután ez megtörtént, megmutatom, hogy ezek az újdonságok pontosan hogyan is néznek ki. Hopp! Eltelt egy teljes óra. Na kérlek szépen, így néz ki jelenleg a szerkezet, és mint láthatod, egy komposztáló innen elszublimált. Hát eltűnt, teljes mértékben. Egyszerűen az a nagy helyzet, és az a szomorú hírem, hogy éghető anyag a komposztáló, és a céltábla is, és csoda, hogy ezek még egyáltalán itt vannak. Szóval csinálok egy újat, és megvédjük őket méghozzá mi hamarabb, ugyanis ez így nem állapot, hát elégnek a farm alkotó elemei, hát nem hiszem el. Tegyünk ugyebár rá gombot, méghozzá ide, valamint a túloldalára is, nehogy lángra kapjon, illetve a komposztálóra minden irányból, minden oldalról mehet egy kőgomb. Ez nagyon-nagyon fontos, különben az égés effekt megjelenik rajta, vagy hát konkrétan a tűz megjelenik rajta, és elég az adott blokk. Először is alszom, és megmutatom, hogy mi a másik gond. Ugyanis szétnéztem itt a környéken, ennyi idő afkolás után, és arra lettem figyelmes, hogy valamit nagyon nincs rendjén, és valami a táncoló csirkén kívül a többi csirkével nagyon nem normális. Megmondom az őszintét, nem tudom, hogy ez mi. Én csak így idejöttem, és csak néztem, hogy
ez a sok csirke mégis mit keres itt? És ez egyszerűen szürreális. Utána néztem a neten, és semmi. Egyszerűen semmi. Tehát nem írnak olyasmit, hogy változtattak volna bármit is a csirkén, vagy a tojáson, vagy a spónoláson, vagy a szaporodáson, de ezek egyre többen vannak, és a, nem tudom, hogy a tojásokból kelnek ki, gőzöm nincs. Viszont most ezt nézd. Számunkra ez a lényeg, ugyanis a farmnak az önműködtetésért felelős része már lassacskán meg is telik. Most az adagoló már tele, a komposztáló alatti tölcsér is majdnem tele, és aztán pedig már csak komposztálható anyagokkal ennek a kettő tölcsérnek kell megtelnie. Mint látható, ez folyamatosan megy. Amíg dolgozik a farm, addig az inventoriumot kiürítem, ugyanis bányászni megyünk hamarosan, méghozzá a világ új 1.17-es részére. És nézd meg csórikámat, futnak hozzá a csirkék, meg akarják zabálni, vagy mi? Lényeg, hogy meg akar engem egy tojással dobálni. Ez nem fog neked összejönni. Lényeg a lényeg, megvannak a fáklyák, és lassan már indulunk is. Szerintem gyorsítsunk a folyamaton, ugyanis érdemes ezt a kettő felső tölcsért mohablokkokkal, illetve mohaszőnyeggel megtölteni. Ezek szerintem tök gyorsan újra fognak töltődni. Amíg ez megtörténik, addig én mutatom is, hogy ezek pontosan mik. Ugyanis van azáleánk, valamint virágzó azáleánk. Akkor szerintem növesszünk meg egyet, mondjuk itt. Sima azáleafa. Lássuk, hogy néz ki. Wow, gyorsabban ment, mint hittem. Nagyon szép, rendkívül szép. Kérem szépen, ez egy új fafajta. Igaz, hogy nincs új törzse ennek a fajtának, de kinézete az abszolút van. Szerintem nagyon szuper, mert lehet alatta hűsölni, meg minden. Ha, egyszerűen zseniális. És, mint láthatod, ahogy megnövesztettem, képződött alatta egy új, különleges blokk. Ez kérem szépen nem más, mint a gyökeres föld, ami majd a következő frissítésben, vagy amikor beadják a játékba, a buja barlangokat, vagyis ezeket a láskéveket fogja nekünk jelezni. Méghozzá úgy, hogy amikor látunk egy fát valahol a világban, akkor alatta ezt a gyökeres földet kell követni, tehát ennek a vonalát lefelé, és ott lesz egy ilyen flettép különleges és rendkívül gyönyörű újfajta barlang. De erre még sajnos kell egy kicsit várni. Ettől függetlenül az áleafánk már van, tudunk vele dekorálni, gyökeres földünk is van, mohánk is van, illetve mindenféle item van belőlük, valamint még hogyha csinálunk egy metziollót, akkor valóban meg tudjuk szerezni még a lombot is, ezt a gyönyörű szép, virágzó azália leveles blokkot. És ezzel a fákat rendkívül szépen lehet dekorálni. Hát a törzséről pedig inkább ne beszéljünk. Tehát ez eredeti és nyers tölgyfarünk. De nekem a személyes kedvencem azt tudod mi? Ne tudod mi? Tudod mi? Kitalálod, hogy mi? Azt figyeld! Nézd, milyen szép! Ho-ho-ho-ho. Tökéletes díszítés. Egy cserében ilyen szép növényt, hát hihetetlenül tetszik. És közben pedig az a szenzációs hírem van, hogy megtelt a farmnak azon része, ami azért felel, hogy valóban működjön a farm örökre, úgyhogy mostantól termeli nekünk a másik komposztálóba a komposztálnivalót, amit aztán csontlisztként bármire felhasználhatunk. És mint mondtam, hogyha nem csontlisztet szeretnénk farmolni ezzel a farmmal, akkor egyszerűen csak kiütjük ezt a komposztálót, és helyettesítjük egy tölcsérrel. Ennek következtében most már a ládába konkrétan azokat az itemeket fogja begyűjteni, amiket a farm termel. Tehát mohát, azáleát, illetve szőnyeget és vetőmagot. És akkor most jött el az idő a mai utolsó dologhoz. Ez nem más, mint a részbányászat, illetve valami mód az ametisztek felhasználására. Szóval irány ismét a megszokott irányba. Jól van, itt is vagyunk a Geódánál, megnézem, hogy nőtte azóta. Hát nem, mivel ugyebár nem volt betöltve a csánk. Na de, hát hely, te mit keresel itt? Te mit szeretnél tőlem? Ne szívass, ugyebár abból az irányból érkeztem, éppen ezért mehetünk erre felé lefele. Az 1.17-es bányászat első lépése. Tökre kíváncsi vagyok arra, hogy hogy néznek ki az új ércek, illetve természetesen a rézre. Nézd meg, ott van a szén, hát ilyen tipikus újféle kinézet, nem tudom, hogy hogyan fogalmazzam meg. Hoppá, na ez itt micsoda a lábam alatt? Azt mondd meg. Új receptek érhetők el. Zúzott mélypala. Mélypala. Ilyen is van most már a játékban. Ezekből amúgy nem lehet valamit craftolni, dehogy nem. Csiszolt mélypala. Kérlek szépen. Tök szuper. Nagyon szuper építőanyag. Szerintem jól is néz ki. Tehát az benne a vicc. 1.8-ban az volt a baj, hogy a diorit, gránit, andezit, az nem nézett ki jól. Tehát ez még átcraftolva sem néz ki olyan jól, mint ezek. Én úgy gondolom. Nézd meg. Tehát ez egy hányás. Viszont ez maga a tökély. Ilyet kell farmolni, szedni, aztán ebből építeni. Nézzük meg, hogy mi a helyzet errefelé. Ó, sóder. Az már mindig valami jobbat jelent. És tényleg.
Ott az új gyémánt kinézett, enyhén lett másabb, mint a régi, mert mondták, hogy valamelyest meg szeretnék hagyni a régi gyémántnak a feelingjét, viszont wow! Rátaláltunk ennyire könnyen, és nézd meg, a shoulder valóban jelezte. Halványka árnyalattal lett csak másabb, de valóban észrevehető a különbség. És ott is vannak, a gyönyörű szép gyémántjaink. Hát rendben, igazából... Ne szívass már! Hát mi ez a sok gyémánt? Mi történt itt 1.17-ben? Valaki mondja meg, légy szíves! Hát ez mi? Emberek! Diák mindenfelé. Diák abszolút mindenfelé. Csak egy picivel ástam arrébb. Csak egy icipicivel egy másik lávatóhoz. Nézd meg, ide átjöttem. És itt is dia. Jó, de igazából nem is a gyémántért jöttünk ide, hanem valójában a rézért. Tehát az egy dolog, hogy ezek az érzek máshogy néznek ki. Rájuk pillantottunk, most viszont menjünk egy kicsivel följebb, ugyanis a réz az a 46-os magasság körül terem a legjobban. Ám itt egy új blokk ismét, amit talán Metsziollóval lehet leszedni. Igen, meg is van. Azt figyeld, fénylő Zuzmó. Hát Zuzmóra lehetünk, nagyon szuper. És nézd, sorban jönnek ebben a barlangban a drágaságok. Itt is van a szent és sérthetetlen réz. Amit most kiütök, mert nem sérthetetlen, mert én vagyok Rolix. Fölvesszük az első réz darabkáinkat, és már is új receptek érhetők el, csodálatos, és gyönyörű, és elképesztő, és hihetetlen, hogy mennyi volt itt. Nagyon szép. Elvileg ilyen 4-től vagy 8-tól 16 darabig terjedő vonalakban lehetnek a bányában, szóval ez egy gyakori BS-nek számít, főleg 46-os magasságban, mint mondtam. Tehát, hogyha ebben a barlangban megyünk, és a creeper által nem robbanunk fel, csak a csontváz, amit megszivatunk vele, akkor még jól is járunk a dologgal. Nézd meg, meglőtte a creepert. A creeper pedig... Föllökte hozzám a csontvázat! Az igen, haver. Még a creeper jött ellenem. Hát mi az, hogy segítenek egymásnak? Á, Istenem, miért vagytok ennyien? Hoppá, 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 hoppá. Abszolút hoppá. Nézd meg, itt a réz, és közvetlenül mellette a spawner. Hát így kell ezt. Így kell ezt. Lőjétek szét egymást. Már most imádom ezt a verziót, komolyan mondom. Egyszerűen tökéletes. Itt a spawner. Aranyalma. Nyereg. Azt viszem. Illetve varázskönyv. Ízelt lábúak veszedelme. Még egy aranyalma. Vaslópáncia. Hát ezek már nem kellenek. Rendben. Hát ez tetszetős. Rendkívül tetszetős. Uh-huh. Vizecske. Illetve troll shoulder a felszínen. Valamint troll creeper, ami kirobbantja a troll shouldert, igen, itt minden troll, ez az 1.17-es verzió, lehetne ez a motto, minden troll, az arany is troll, hát nézd meg, hogy néz ki. Hát ez felettébb érdekes. Ó, ezt is lehet mostantól szerencsézni, ugyanis egy aranyérc most már több nyers aranyat ad. Itt volt csak pár darab, és nézd meg, 14 lett belőle. Egyszerűen brutális, és van még több rész. Ez a bány, ez nagyon szerencsés. Vagy az 1.17 bolondult meg ennyire, hogy mindent megad, amit csak szeretnék. Tessék. Robbanj csak be, úgy kell neked. Egyelőre csak az nincs, amit igazán szeretnék, hogy legyen. Na ez mi? Nézd meg közelebbről. Ez itt micsoda? Kérlek szépen, ez lesz a fénylő tintahalnak a fénylő tintazsákja. Az igen, itt az egyik kiszáradt és meghalt, és mi már csak a maradványaiért értünk ide. Van még több rész, remek. Azért azt nem gondoltam volna, hogy csak így elindulunk, és jönnek velünk szembe az újítások, de így tényleg, azonnal, instant, amikor csak lehetett. De egy dolgot azért még nagyon hiányolok a tarsolyomból, amit jó lenne megszereznem, és az, hogyha minden igaz, akkor víz közelében lesz. Ássunk tovább, keressük aztán, vagy történik csoda, vagy nem. Oké. Történt csoda. Bár nem az, amit vártam, de történt csoda. Hát mibe ástunk itt bele, kérem szépen. Elzárjuk a lávát, és itt van. Itt van ez a kis csöpp, ami szó szerint csöpp, mert ez egy cseppkő. Emberek, ez a rész ennél jobb, ennél szerencsésebb már nem is lehetne. De tényleg. És ki lehet szedni? Íme, hegyes cseppkő. Új receptek érhetők el. Na hát ezt elvisszük, illetve ezt is. Hát ne szívass már! Mennyi van belőle? Nagyon jó, nagyon szuper, tényleg. Itt a restónak az új kinézete, eddig nem is tudom, hogy miért nem tűnt fel. Oda néz, azt figyeld, ilyen az, hogyha egy vas ilyen mély palában keletkezik le. Akkor ugyebár fölveszi a környezetének a színét, vagy hogy mondjam, hát konkrétan palában képződik. Ez ismételten mi? Tufa?
Tufa? Hát emberek, tufa! Szintén egy új blokk. Szerintem elképesztő, hogy mik vannak. Ezt átcraftoljuk, mi lesz? Semmi. Hát ez szomorú. Hello, hello. Szia. Azta... De jól néz ki már most! De jól néz ki! Nézd meg, mekkora... Jesszus Mária! Ott vannak a cseppkövek. Gyönyörű szép, gyönyörű szép. Most gondolj bele, bejön majd az igazi barlangápdét, amikor ilyen hatalmas nagy tömegekben képződnek ezek, akkor az brutális lesz. Ezek már most jól néznek ki. Hát ne szívass engem. Amúgy, ha rám esik egy ilyen, az mekkorát sebez? Nézzük csak meg. Na, szinte semmit. És hogyha rá esik egy ilyenre... Ó, elvileg négyszerezi a sebzést, hogyha jól emlékszem. Szóval azért vigyázz ezzel. Hú, hát ezt egyszerűen el sem hiszem. Meglett az axolotl... axolotlünk a vödörben. Nagyon-nagyon durva. És ez is nagyon-nagyon durva, ugyanis a kristályaink közben rendkívül megnőttek, szóval szerintem le is lehet aratni őket. Amikor rátaláltam erre a kis drágaságos axolotl barátunkra, már nagyjából 4000 blokkra voltam a házamtól, szóval egyszerűen brutális, hogy mekkora távolságot tettem meg érte, és tényleg leírhatatlanul örülök, hogy végül meglett. Szerintem vigyük is haza, mivel most már a miénk. Az egyetlen egy probléma, hogy az akváriumban a társait enyhén szólva kivégezni. Éppen ezért ide... Hát nem érdemes tenni. Hanem helyette megpróbáljuk, hogy milyen az, hogyha a medencébe tesszük bele, és itt hogy éli le életét. Légy szíves, mozogj egy kicsit, menj arrébb, élvezd ki a helyet, ami tudom, hogy nincs, de azért érezd jól magad itt. Amúgy ez annyira vicces és annyira kellemes, hogy pont a leggagyibb színűt kellett kifogni. Egyébként a kék a legritkább, és minden 1200-adik lesz kék, ami leszpónol ilyen axolot. Szóval, akinek a kedvenc színe a kék, annak rip. Egyébként, haver, te normális vagy? Itt a víz nélkül esetleg nem száradsz ki? Okay, az biztos, hogy innen nem fog tudni kiszökni, de... Mi? Hogy? Hogy ugrott el azokkal a lábakkal? Mi volt az? Azt hittem, hogy ez csak kúszni tud meg mászni. Az hogy csinálta? Jaj, hát mit csinálsz te ott? Ne menjen azért ennyire messzire. Hát, hova szökik? Na jól van, egyenlőre szerintem itt biztonságban lesz. Aztán majd kezdünk vele valamit. Így, igaz, elmossuk a fél bázist, se baj. Ide tesszük még. Ezt is bezárjuk, és kész. Hát egyelőre tud forogni, fölfelé úszni, bólogatni, bágzódni, és táncolni. Igen, kérlek szépen, ez így tökéletes lesz. Nem, amúgy találjunk már ki valamit. Írd meg kommentben mondjuk, hogy mit csináljunk vele, mert jelenleg ilyen rohamai vannak, illetve föld alá menési vágya van. De egyébként ez is vicces. Most úgy őszintén mondd már meg, mit csinál ez? Jó, rendben. Axolotl. Hát akkor várom kommentbe az ötleteket, hogy mégis mit kezdjünk vele. Nem rontódott el semmi a víztől. Remek. Na de, szerintem most égessünk egy kis nyersrezet. És íme. A gyönyörű rudaink már itt is csillognak. És új receptek érhetőek el? Na lássuk is őket. Itt van a megszerzett szajré egyébként. Hát igen, ez rendkívül brutális. Illetve ezen kívül még itt találhatók az érceink. Ide már be is tettem a szilánkokat, és ebből egyébként csupán, ha jól tudom, egyetlen egyre lesz szükség. Méghozzá oda, kettő rézrúd tetejére. És íme, itt van a távcső. Elképesztő. Hihetetlen! Wow! Egyébként nagyon brutális, most úgy megmondva az őszintét. Ez nem semmi. Ez elképesztő. Jobb használni és durvább használni, mint hittem. Úgy ráközelít, hogy az eszméletlen. Nézd meg, ott a resztón a zombi kezében. És nézd meg, ott van a jelzőfényünk, meg mire közelítsek még? Hát nem hiszem, ott van a csillag a fának a tetején. Nagyon-nagyon-nagyon durva, hogy mire képes ez. Axolotl, nézd meg, hogy rázza a fejét. Igen. Látótávot fel, és tessék, látszódnak a mesterfokon szívnek a pixelei, hát ez egyszerűen brutális. Aztán ott van a legelső falu, amit felfedeztünk még annó. Vele szemben pedig a gyönyörű szép YouTube díjunk, Rolex 100 000, wow, és ott a logó. Hát emberek, egyébként már lassan 200 000, szóval nagyon szépen köszönöm, hogyha te is feliratkozol ebben a szent pillanatban, ugyanis a cél már rendkívül közel. Nézd csak, figyelj, te.
Te iratkozz fel! Ez egy ilyen mutató pálcikának is tökéletes. Amúgy tényleg, ezt az ingyenes és bármikor lemondható, kikapcsolható támogatásod rendkívül köszönöm szépen. És nézd meg, itt van a villámhárító a Minecraftban, az utolsó újítás, ami itt lesz a videóban. Hát csinálok belőle kapásból hármat. Azt figyeld, villámot tudunk ezekkel hárítani, hát most nem fogok megvárni egy vihart, minden esetre eszembe jutott egy eléggé fontos dolog. Ugyanis azt képzeld el, hogy ez egy dolog, hogy én folyamatosan és állandóan aludtam, és éppen ezért nem jött sohasem vihar. Na de gondolj bele, itt ez a hatalmas karácsonyfa, és bármikor egy villám belecsapott volna, akkor az egész porig égett volna. Szóval azért ez a villámhárító, ez ide rendkívül fontos, én úgy gondolom. Na és a másik áldozat? A másik áldozat, hát emberek, hát ne szívassatok engem. Kérlek szépen, a mesterfokon szív gyapjúból készült el. Tehát ez abszolút a legnagyobb támadási felület a villámoknak. Ha ez leégne, akkor én nem tudom, mit csinálnék. Órákon át építettük a fonokkal ezt, szóval meg kéne védeni valamivel. És az 1.17 látod, meghozta a megoldást, ugyanis leszünk egyet ide, illetve egyet a másik ilyen csücskére. Na és akkor mondanám is, hogy elméletileg ez a rúd, ez 128 blokkos körzetben véd a villámoktól. Tehát körülötte egy 128 blokkos sugarú gömböt kell elképzelnünk, és egy akkora területet képes bevédeni teljes mértékben, hogy ha oda csapna villám, akkor ugyebár magába a hárítóba fog belecsapni, ami elnyeli, leföldeli az adott villámot. Szóval nagyon szuper. Ó, és egyébként az a négy piszok hogyan került arra a díszre? Ez nem is egy légypiszok, ez egy számomra rendkívül fontos üzenet. Illetve számodra is, mivel valóban, hogyha dobsz egy lájkot, akkor én most azonnal elkapom. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és akkor a következő részben találkozunk. Addig is további szép napot, szép nyarat, szép mindent kívánok, és akkor sziasztok!